Milyen fegyvert látunk, és mik ennek a paraméterei? Ez az AK-63D típusú gépkarabin. Ez a D jelzés, ez a deszant változat, tehát hogy mutatom, hogy behajtható váltámasszal. De azért jó, mert harcjárműve szálláskor, vagy gépjárműve szálláskor az váltámasz behajtható, és kisebb helyen elfér. Ez az elsődleges fegyvere minden lövész katonának. Ez a gépkarabély, a hatásos lőtáv, illetve a célzott lőtávolsága 1000 méter karabélynak, tehát az azt jelenti, hogy 1000 méterig lehet vele célzott lövést leadni. Az alap lőtávolság, illetve az alap használjuk, az 300 méter, az azt jelenti, hogy a röppály emelkedéséből bárhova teszem a célra a célpontot, ott találatom lesz a célben, tehát vagy följebb, vagy lejjebb, hogyha középen választom ki a célpontot. Ehhez a karabélyhoz 30-as tárak vannak rendszeresítve, amelyből minden katonának 5 darab van. Tehát az azt jelenti, hogy minden katona 150 darab lőszerrel tud garázdálkodni. Ez minden lövész katonának az alapfegyverzete, és mindenki ezt használja. A fegyverből azt mondja a tűzgyorsasága, ezt a 30 darab lőszert, ezt egy pár másodperc alatt ki lehet lőni, hogyha folyamatosan lövök vele. De ezt természetesen harcászatilag ezt nem használjuk, mert ez nem alkalmazható rövid sorozatokkal vagy hosszú sorozatokkal, cél jellegétől függően. Rövid sorozatnál egy 2-3-4 lövés, hosszú sorozatoknál pedig egy 5-8 lövést szoktunk alkalmazni. Egy célra felesleges többet rálőni, mivel a fegyvernek a szórásából adódóan és mozgásából adódóan a 2-3 lövés után már nem biztos, hogy a célon lesznek a találatok. Ez egy P9 RC Parabellum pisztoly, egy 9 mm-es Parabellum lőszerrel használjuk. Alapvetően 14 lőszer befogadására alkalmas tár van hozzá, ebből 2 darab van, ami a javadalmazásunk. Ez a pisztoly ugye a közelharc fegyvere, hatásosan 50 méterig alkalmazunk ezt a fegyvert. Ez tényleg tipikusan csak a közelharcnak a fegyverének számít. Ez másodlagos fegyver, alapvetően ugye minden katona a karabélyát használja. Vagy azt a rendszeresített fegyvert, amivel ugye, mint lövész alakulatként nagyobb lőtávolságot tudja használni. Ez már tényleg csak egy másodlagos fegyver, abban az esetben használjuk, hogyha esetleg a fő fegyvernek valami meghibásodása van, vagy akadály van vele, és tehát azon nyomban fegyvert kell váltani. Ez tipikusan csak közelharcra 50 méterig használjuk.